Tipikus középnyugati család voltunk. Anya, apa, kerti sütés vasárnaponként, híradó Walter Cronkite-tal. Aztán a szüleim elváltak, és minden, amit biztonságot jelentett számomra, eltűnt. A válást követően Carrie Cecil Arizonába költözött édesanyjával. A gyerekkorom tele volt szeretettel, ugyanakkor nélkülözéssel, szegénységgel és küzdelemmel is. Édesanyám próbált apaként is helytállni, és három munkahelye is volt. Ha egy egyedülálló anyuka sokat dolgozik, akkor a gyerekei sokat vannak egyedül. Hatodikos lehettem, amikor egy felnőtt nem megfelelően ért hozzám. A fiatal Carrie magába zárta a molesztálás okozta mély fájdalmat. Abban az időben úgy éreztem magam, mint egy romlott áru. És mindent megtettem azért kamaszként, majd felnőttként, nőként is, hogy ezt elrejtsem, hogy hazudjak róla. Fiatal felnőttként Carrie először bulizós ételbe kezdett, drogokkal és alkohollal. Aztán később máshol keresett vigaszt. Amikor az öngyógyításnak ez a módja már nem működött, gondoltam, a karrier és a pénz majd betölti az űrt. Mert azt hittem, a szegénységben van a probléma gyökere. A főiskoláról New Yorkba mentem, ahol csodálatos mentoraim voltak. Majd Los Angelesben a PR szakmában kötöttem ki, filmforgatásokon dolgoztam, és a karrierem felfelé ívelt. A 20-as éveiben Carrie a szórakoztatóipar egyik legfelkapottabb írója volt. Ott voltam az utolsó ítélet forgatásán Arnold Schwarzeneggerrel, a Visszatérés a paradicsomba forgatásán Joaquin Phoenix-el, és Vince Vaughn-nal. A Kaliforniába jöttemben dolgoztam Will Smith-szel. Haladtam felfelé a vállalati ranglétrán, aztán saját céget alapítottam. Esténként azonban italoztam. Majd a borra bevettem két Xanaxot, hogy ne halljam azt a hangot a fejemben. Amikor a karrier már nem volt elég, megpróbált családot alapítani. Feleségül ment főiskolai szerelméhez, az NFL sztár Chuck Cecilhez. A sportújságok címlapja úgy mutatta be a futballsztárt, mint aki túl vad az NFL-hez. A férjem nagyon jóképű, de még ez sem volt elég. Nem volt meg a békesség. Minden este úgy feküdtem le, hogy rettegtem legbelül, de ezt senki sem tudta. Mercedes-szel jártam, kívülről minden csodás volt, mint egy tökéletes NFL család. Ám 2001-ben Carrie élete váratlan fordulatot vett. Várandós lett, férje pedig a Tennessee Titans futballcsapatánál kapott edzői állást. Így Carrie délre kényszerült költözni. Los Angeles-i vagyok, és a keresztényeket, a délieket mindig is idegesítőnek tartottam. Los Angelesben azt kérdezik az embertől, hogy miből él. Nashville-ben pedig azt, hogy melyik gyülekezetbe jár. Gyülekezetbe? Én legfeljebb Neiman Marcuséba. Egyébként meg elment az eszetek. Megtudta, hogy igen befolyásos szomszédjai vannak. Itt élt Stormy O'Martin, aki az imádkozás hatalmáról írt könyvsorozatot, aztán Dr. Rice Brooks, és Johnsonék egy afroamerikai család, Tim és Lösel Johnson. Tim nagy futballsztár volt korábban, jelenleg pásztor, és családjával a Nashville-i Bethel gyülekezetbe járnak. Baráti kapcsolatba került a Johnson családdal. Abban az időszakban voltam várandós a lányommal, és mivel Los Angeles-i vagyok, az egész életemben próbáltam vékony maradni. A Johnson család elkezdett gondoskodni a táplálkozásomról. Lösel bármit képes elkészíteni, így aztán ők etettek. Az ő házukban megtapasztaltam a szeretetet, és végre józan voltam, hiszen terhes voltam a lányommal. De amikor tükörben néztem, mégsem láttam szeretetre méltónak önmagamat. Pár hónappal később Carrie végül beleegyezett, hogy elmegy a gyülekezetbe. Megígértem nekik, hogy egyszer elmegyek velük, és megnézem a gyülekezetüket csupán egyetlen vasárnap, mivel nem akartam kihagyni a vasárnapi ebédet. Életemben nem láttam még olyat, mint ott. Fekete, barna és sárga bőrű emberek voltak együtt, és mintha az ENSZ-ben lennénk, vagy a Glee című műsort néznénk. Azt gondoltam, hogy Isten csak a jó embereket szereti, ezért a hátsó sorba ültem, nehogy villámcsapás érje a gyülekezetet, amiatt, hogy ott vagyok.
Tim pásztor elkezdett prédikálni. Valami megérintett, de nem tudtam pontosan, hogy mi is volt az. Mintha hozzám beszélne. A gyülekezetben tett látogatás után Kerry egy éven át folyamatosan szellemi témájú kérdéseket tett fel a Johnson családnak. Végül megkapta a jelet, amire várt. Bementem egy üzletbe, és a következő írást láttam a falon. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terheket hordoztok, és én nyugalmat adok nektek. Én pedig pontosan erre vágytam, erre a békességre, hogy végre nyugodtan alhassak. És azt akartam, hogy a lányomnak is legyen reménysége és jövője, hogy olyan nővé válhasson, amilyen én is lenni akartam, de sosem sikerült. Aznap este átmentem Timék házába. Lösellel kiültünk a verandára, és én csak annyit kérdeztem, hogyan kaphatnám meg én is ezt a békét és örömöt? Így válaszolt. Figyelj, ez nem tőlünk van, hanem Jézustól, aki bennünk él. Jézus Krisztustól. 6 hónappal később Kerry megkeresztelkedett Tim gyülekezetében. Ma már teljes idejű szolgáló és regényt is írt szellemi utazásáról, egy vasárnap címmel. Isten nem azért jött, hogy a tökéleteseket váltsa meg. Ő az összetört emberek miatt jött el. Legrosszabb állapotunkban is szeret bennünket, akkor is, amikor még mi sem tudjuk szeretni saját magunkat. Talán hozzám hasonló ember is néz bennünket, lehet, hogy nincs semmije, de az is lehet, hogy mindene megvan. Amikor az ember felismeri, hogy többre van szüksége, akkor Isten közbelép. Ő bárhol képes megtalálni bennünket, akár most ebben a pillanatban is.